békeigény, Pundurka poéma pápai Páris Ferenc emlékére. Szétszaggató korban élt e kreatív elme, békét remélt és gyógyítást, világi értelmet. Erdély szülötte, ám családi gyökere pápáról ered. Szuverén patrióta volt, kinek kiára tisztelet. Antik s nyugati nyelvek híres tudója, anyanyelvünket is ápolta, tájot s urut szavunk rá példa. Épp testben, épp lélek, édes nemzetét tanítani eképpen óhajtotta. Magyar-európai volt, s még inkább fordítva. Művel tudós, orvos, szótáríró és filozófus, akinek helyén volt a szíve. Pallérozódtak keze alatt diákok, eljutván külföldre. Presztízs helyett ő szerelmetes honát, a bércek közé szorult hazai földet választotta, vezető eszméjének pedig a békét tudta. Még élete végén is megvakultan diktált feleségének a szótárba szavakat, ez példázza hitét, elszántságát egy mindenkori magyar.